Mikszáth ifjúkori barátairól nincs sok ismeretünk. Olyan gyorsan kiszakadt Balassagyarmatról, olyan gyorsan elvitte őt az érvényesülési vágy Szegedre, Budapestre, hogy barátainak az emlékezete nem merült már föl előtte. Kisvárosi aranyifjúság, szép közös emlékeik vannak, együtt ülnek a Zicsi fogadóban, a Balassi fogadóban, isznak, pipáznak, beszélgetnek, pletykálnak, megszólják a főnökeiket mindenféle tréfás adomákkal, Mikszáth nagy adoma mesélő volt. Később aztán persze megörökít őket sajnos egy-egy nekrológban. Gyura Béla vagy Bobok Feri így marad meg előtte örökre, előttünk is, meg előtte is, ifjúnak, aranyifjúnak, akik sajnos beleszürkölnek a kisvárosi lét reménytelenségébe. Egy barátjával való levelezése viszont megmaradt, Terstyánszki Miskáról van szó, aki Ebecken lakott, és tréfás, a korabeli hírlapok vagy iclapok stílusában írt leveleiből nagyon érdekesen rajzolódik elénk a szklabonyai kép, miről tréfálkoznak, a lányokról mit írnak, a gyarmatiakról mit írnak, és milyen jövőképet rajzolnak maguk elé. A rimaszombati, selmecbányai diákkor barátai közül sem ismerünk sokat, valahogy Mikszáth nem tartotta velük a kapcsolatot, bár egy rimaszombati látogatásáról tudunk, ahol nagyon nagy örömmel fogadták a régiek, akik persze alaposan megváltoztak 20-30 esztendő alatt. Egy selmecbányai diáktársával viszont megmaradt a kapcsolata élete végéig. Őt nagyon kedvelt, én úgy szoktam nevezni, Gajdács Párról van szó, hogy ő volt Mikszáth Neckermannja, mint Goethének a Neckermann nevű úriember, aki vezette napra pontosan Goethe életét és sorsát. Ez a pali is így követte Mikszáth életét, egy közös fényképük őrzi a diákkori arcmásukat, kinézetüket, majd később Tóth Komlóssal kerülve Gajdács Pali nagyon-nagyon tisztelte diákori barátját. Egyszer eljött ide Nógrádba, Horpácsra, Mikszáth meghívta, hogy a befutott íróvá lett barátot meglátogassa. Mikszáth írt erről egy aranyos karcolatot, mondván, hogy Palival sétálnak ezen a gyönyörű nógrádi tájon, de Gajdácsnak semmi sem tetszik. Elérnek egy árnyas patakhoz a partra, tetszik, ez nem jó szalonna sütőhely. Elérnek egy domboldalra, egy füzes, ez tetszik, Palika, ez nem jó szalonna sütőhely. Aztán elérnek egy nagy tölgyfához, és akkor Gajdács azt mondja, na látod, Kálmán, ez igen, ez már jó szalonna sütőhely. Mikszáth nevet rajta, lám, ilyen egyszerű az élet, fel lehet osztani a világot két részre, vannak jó szalonna sütőhelyek, és vannak nem jó szalonna sütőhelyek.